Az építészet intézetnek a sorozatában egy viszonylag rendhagyó előadásnak lehetünk majd a tanúi, abból a szempontból, hogy egy szerkezettervező mérnök Böhm Csaba, aki előadást fog tartani, tehát nem egy építész vagy egy designer. Csaba, itt egy-két dolgot az életrajzodból, hogyha mondhatok, akkor 2008-ban Budapesti Műszaki Egyetemen végzett szerkezettervező szakon, és a érdeklődése az a utófeszített vasbeton szerkezetek felé irányult már az egyetemi évek alatt, ugye jól mondom, és később ezen a területen sok tapasztalatot szerzett. Egy kis személyes emléket hadd idézek fel, bár azt nem tudom, hogy te dolgoztál-e azon, de amikor mi terveztünk egy házat Pécsre a Mecsek hegyoldalba, ahol a Miléva utcát, akkor ismerős a projekt, csak... Aha, akkor van közöttünk kapcsolat, csak személyesen nem találkoztunk. Akkor Hegyi Dezső, aki ma a statika tanszéknek a vezetője a Műegyetemen, ő akkor még mint fiatal statikus, ilyen évek óta dolgoztam már vele, és ő kértük fel, illetve ő vetette fel, hogy amit mi akarunk, az egy olyan kihívás, amit valószínűleg csak az utófeszített vasbeton szerkezet bevetésével lehet megoldani. A lényeg az volt, hogy ilyen 7-8 méteres vasbeton lemezeket szerettünk volna kinyújtani a fenyőfák közé, ami hát ugye érzi az ember, hogy főleg egy családiás szinte nem szokványos megoldás, és nem szerettük volna, hogyha ez nagyon-nagyon vastag lesz. És ezzel, amit én tudok az utófeszített, meg a nem utófeszített szerkezetekről, az egyik legnagyobb előnye, hogy egy viszonylag alacsony szerkezeti magassággal lehet nagyobb teherbírásokat elérni vele, ha jól mondom, és nagyobb fesztávolságokat is ezáltal, tehát nagy tereket is le lehet fedni, nagy konzolokat lehet csinálni, és nem kell hozzá nagyon nagy magasság, tehát hogy kihasználva az anyagnak a extra nagy szilárdságát, a célnak, illetve az ehhez illeszkedő vasbetonnak is. Ennyit csak arról, hogy az ember életébe bekúsznak ilyen dolgok, és építészként is akkor normál szakági egyeztetésekkel keretében ezek előjönnek, ezek a kérdések. Én egyébként akkor annyira féltem ettől a szerkezettől, mert hogy ez azért egy nem egy szokványos dolog, hogy nem is engedtem a Dezsőnek, hogy akkor az összes födémet ebből csináljuk, hanem csak a legkritikusabbakat, amit utólag megbántam, mert hogy ez egy teljesen jól működött a dolog. Én emlékeim szerint az volt a harmadik ilyen szerkezet országon, ami ezzel a technológiával készült el. Igen. Ez kérdőleg volt. Igen, majd odaadom mindjárt. Vagy állj oda, igen, és akkor tudunk így egy kicsit beszélgetni. Igen, tehát, hogy ez egy úttörő technológia volt, és az annyira fontos volt, hogy a Dezsőjék is, ugye, mint a BME tartó szerkezeti tanszéke, ők ezt publikálták utána, és egy esemény volt a szakmában, mármint a tartó szerkezet területén. Építészetileg is érdekes volt persze a ház más szempontból, de hogy itt a két dolog találkozott, az építészeti szándék meg a műszaki lehetőségteremtés. És utána Csaba, tehát a Frey Színé nevű cégnél dolgozott, ami erre specializálódott, hogy ilyen szerkezeteket hozzon létre, és később Bécsben folytattad a pályafutásodat, ugye, és ott egyre nagyobb épületeket, azoknak a szerkezeteiket tervezted, és ha jól olvastam, illetve jól tudom, hogy a MOL Campus tervezésében is részt vettetek. Nem a tervezésében, hanem a mi feladatunk gyakorlatilag egy független műszaki, független tartószerkezeti ellenőrzési feladat volt. Nem terve ellenőrzés, hanem egy előre meghatározott paraméterek alapján gyakorlatilag függetlenül végigszámoltuk az épületet, bizonyos részeit sokkal részletességgel. Tehát végigkövettük gyakorlatilag a Foster első csomagjától a gyakorlatilag a kivitelig végig a projektet.
Azt megkérdezhetem, hogy ez kinek a megbízásából? De... A cég megbízásából, tehát ugye a beruházó képviselőjének a megbízásából. Igen, igen, mert ebbe a vitatott ugye az építészeti esemény, de egyébként én is részt vettem ennek a, ebben a folyamatban, mint ilyen design szakértő mondjuk így, tehát láttam a koncepciók alakulását, és emlékszem is azokra a korai szerkezeti modellezésekre, amik akkor felénk a Fostertól jöttek, és a, de ez egy tök érdekes, hogy akkor a C ilyen gondosan járt el, hogy minden áron akart egy független ellenőrzést. Épület Magyarországon, ugye a mi bécsi irodánknak a szüleménye a DC Tower, az Ausztria legmagasabb épülete, és mi voltunk gyakorlatilag a legközelebb olyan elérhető iroda, olyan szakértelemmel rendelkező, tapasztalat rendelkező iroda, akit be lehetett vonni erre a munkára. És akkor most azt olvasom már, hogy most már Budapesten élsz és itt tevékenykedsz. Én ezekkel a én csak annyit szerettem volna, meg azért is említettem ezeket a személyes kis kötődéseket, mert sokat beszélünk az oktatásban is arról, meg hát az életünk arról szól, hogy különböző társszakmákkal hogyan működünk együtt, és ez most egy olyan esemény, amikor egy társszakma kap szót, és ő megmutatja mélységében, hogy ők viszont hogyan dolgoznak speciális feladatokon. Úgyhogy ezzel át is adom a szót, és várjuk az előadásodat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Igazából ehhez kapcsolódóan azt gondolom, hogy az előadásomban pontosan azt szeretném megmutatni, hogy gyakorlatilag az a szakma, a tartószerkezet tervező, vagy úgymond mezei nevűen a statikus, hogyan képes úgymond a modern digitalizált világban olyan formákat, olyan építészeti igényeket kiszolgálni, amik előremutatóak. Erre szeretnék igazából pár példát mutatni megvalósult projektjeinkről, és szeretnék egy ausztrál munkánkat, hogy az elmúlt 2021-ben kezdett, és most az utolsó fázisokban lévő munkát egy kicsit részletességgel bemutatni. Először egy kis reklám magunkról, kik vagyunk, hogy vagyunk. A Bollinger Grohmann cégcsoport gyakorlatilag idén ünnepli a 40 éves fennállását. Két német mérnök, Klaus Bollinger és Manfred Grohmann 1983-ban alapította az irodát Németországban. A gyönyörű kapcsolat az, hogy ők mind a ketten Polonyi István, magyar, nagyon, nagy, nagyon híres tartószerkezettervező mérnöktől tanulták ki a szakmát. Jelen pillanatban 19 irodánk van, több mint 300 alkalmazottal, nagyjából ugye értető módon a tartószerkezettervezés a fő profil, ez a hangsúlyos, igazából irány, ezért gyakorlatilag az állomány fele az mérnök. Alkalmazunk építészeket is, meg fogjuk látni, hogy igazából mi ez a kapcsolat, ami miatt gyakorlatilag azt gondoljuk, hogy ezt a szakmát, ezeket a projekteket csak kéz a kézben lehet végigvinni. Tehát nekem mindig azt szokták mondani, és én is így próbálom azt mondom, tanítani a saját alkalmazottaimat, hogy mi nem azok vagyunk, akik azt mondják, hogy ezt nem lehet, mi azok vagyunk, akik megmutatják, hogy hogyan lehet megvalósítani valamit. Igazából most röviden a budapesti irodánk 2020. január 1-én kezdtük el gyakorlatilag az operatív működést, az alatt a három év alatt 14 főre sikerült fejlődnünk. Mi Budapesten gyakorlatilag csak tartószerkezettervezéssel foglalkozunk, de a cégcsoport különböző irodájában nagyon hangsúlyos, mert mondjuk például egy homlokzattervezési szakág, energetika, épületfizika, tűzvédelem, stb. Pár olyan dolog, hogy milyen munkákon vagyunk, milyen munkákkal foglalkozunk, ezek azok olyan projekteket szeretnék mutatni, hármat vagy négyet, amit Budapesten vittünk, többé-kevésbé az én irányításom alatt. Talán azt mondom, hogy a legnagyobb, nehezebb és hosszabban tartó munka az a Lipcsei futballstadion működés közbeni bővítés és átalakítása volt. Ahogy előbb említettük, dolgoztunk 2017 és 2020-21 között a MOL campuson. Gyakorlatilag az ötlet megszületésétől fogva kísértük a projektet, tehát a design briefben, tehát a tervpályázat előkészítésében is részt vett már a bécsi irodánk. Itt igazából formavilág szempontjából nem túlságosan érdekes épületek, de azt gondolom, hogy ez nekünk mérföldkő. Ez például egy adatközpont Frankfurtban, Frankfurt mellett Offenbachban, ami jelenleg Németország legnagyobb kapacitású adatközpontja.
szóval szerencsénk igazából itt Budapesten nulláról 100%-ra végig tervezni. És ami most gyakorlatilag 0-21-ben folyik, az pedig a debreceni BMW gyár. Itt jelen pillanatban az energimodul nevezetű épület kivitteli tervezését remélhetőleg fejezzük be május folyamán. Ez BMW koncert szinten is a legelső ilyen jellegű épület, tehát gyakorlatilag egy teszt, laza 140 ezer négyzetméter felülettel. Remélem, hogy ez a pár ábra, ez a pár név, ez a szoftver a keremben az ismerős lehet néhányatok számára. Tehát nagyon sokszor úgy indulnak el a munkáink, hogy építészekkel kéz a kézbe próbálunk egy olyan, nem is azt mondom, hogy egy, hanem nagyon sok olyan koncepciót kialakítani, aminek azt mondom, hogy nagyon rövid időn belül van egy vizuális visszacsatolása, és ehhez különböző, azt mondom, hogy digitális, tehát ilyen szoftveres segítséget veszünk igénybe, legfőképpen a Rhino-t, Grasshoppert és a Karambát. A Karambát ezt a bécsi irodánk fejleszti, vagy bécsi irodánk kollégájában fejlesztettük, és gyakorlatilag minden egyes ilyen projekt ad valami olyan új kihívást, amivel egyszerűen ezeket a belső workflow-inkat, ezeket az eszközök, ezek az eszköztárainkat mindig tudjuk bővíteni, és utána ezeket következő projekteken nagyon effektíven fogjuk tudni használni. De általában tényleg mondjuk olyan optimális, azt mondom, hogy formák, megtámasztási viszonyok, keresztmetszeti méreteknek a keresése szoftveres algoritmusokkal, amivel azt mondom, hogy tudunk optimális szerkezeteket alkotni, esetleg anyagfelhasználás, vagy nem tudom, térkihasználtság egyéb ilyen formájában. Ugye természetesen vannak olyan munkák, ahol ez abszolút nem jöhet kérdésben, például mondjuk egy ilyen adatközpontnál nagyon kötött paramétereink vannak. Pár olyan munka, amin alapvetően ezeket az eszköztárakat tudtuk alkalmazni, vagy kipróbáltuk. Ez volt a legelső, az úgynevezett White Noise, ez gyakorlatilag azt mondom, egy képzőművészeti alkotás. Az ötlet, hogy minthogyha egy tényleg fehér zaj lenne, vannak bizonyos hosszúságú acélzárt szelvényeink, amiket így eldobunk, halmazba próbálunk rendezni, valamilyen feltételrendszer mellett. A feltételrendszer az, hogy ugyanaz a hossz, ugyanaz a keresztmetszet, és ezeknek valahogy állniuk kell, és egy teret egy gyakorlatilag le kell fedniük. Itt lehet minden irányban optimalizálni, gyakorlatilag az volt a lényeg az egésznek, hogy tudjunk egy olyan digitális workflow-t létrehozni, értelmi módon ebből nem lehet papírtervet adni kivitelezőnek, ez teljességgel lehetetlen, hogy a legelső pillanattól, amikor megszületik ez a gondolat, a szerkezet, a számítás és a gyártás, az ténylegesen kompletten digitálisan menjen le. Ez sikerült belőle, tudomásom szerint Salzburgban még mindig látható a szerkezet, végig lehet rajta menni, bizonyos szövegből átlátható, bizonyos szövegből pedig teljesen takart kiállítási térként használják. Vagy például mondjuk egy ilyen épület, ez egy Leubeni egyetemi épület, szárny, vagy épületrész. Hogyha az ember ránéz, akkor szerintem joggal föl lehet tenni azt a kérdést, hogy azok az oszlopok, azok miért vannak ennyire rendszertelenül elhelyezve az épületben. Itt gyakorlatilag van egy olyan kötöttségünk, amivel az építész kollégával úgymond meghatározásra került a projekt első fázisában, hogy csak 20 cm átmérőjű vasbetonoszlopok lehetnek az épület homlokzatán. És nekünk erre kellett megoldásokat adni. A megoldás az az, hogy próbálunk egy olyan elrendezést, és ezt megint csak szoftveresen lehet előhozni, ami gyakorlatilag az erővonalakat vissza tudja adni, amit például egy pirossal próbálunk mutatni, hogy a tartószerkezet az tényleg működjön, és be tudjuk bizonyítani a terbírási feltételeket, a szoftver elkezdi és próbál, azt mondom, hogy optimális megoldásokat találni a pillérek elrendezésére. Természetesen itt van egy visszacsatolás az építész kollega részéről, hogy gyakorlatilag mi elképzelhető az ő oldaláról. Erre másik példa például ez a Liechtensteini épületünk, amiben a koncepció az az volt, hogy előre gyártott V vagy A alakú pilléreket helyezünk el az épületben, bizonyos feltételek mellett. Ugye az épületről érezhető a formaüvege mellett, hogy nem túlságosan egyszerű semmilyen szakágnak. A megállapodás az volt, hogy a funkció mellé próbálunk besorolni egy tartószerkezetet. Tehát az épület funkciója, a terek, méretek azok, amik
mérvadóak, és mi próbálunk reagálni tartó szerkezettel. Ez azt jelenti, hogy ki tudunk alakítani olyan pozíciókat egy födémen, vagy egy, igazából tényleg egy alaprajzon, hogy hol lehet oszlop, és például ezt az A vagy a V alakú oszlopot körül a tengely körül hogyan tudjuk elforgatni. Ez 2012, hogyha jól tudom a kollégáim tájékoztatása alapján, gyakorlatilag mondjuk egy ilyen számítási futtatás az akkoriban még egy egész éjszakát vett igénybe, megad több ezer variációt, több ezer olyan működőképes variációt, amit utána lehet optimalizálni, mondjuk például a födém elmozdulására, ami egyértelműen mutat egy olyan irányt, hogy hol lehet mondjuk ténylegesen anyagfelhasználás szempontjából optimális egy szerkezet. Szóval nagyon sok igényt ki tudunk szolgálni tartó szerkezettel, csak ezeket a feltételeket tényleg meg kell határoznunk. Például egy antwerpeni épület, ahol gyakorlatilag az volt az alapvető kiindulás, hogy látható két igazából test, a két testet azt valahogy egymásra kell integrálni, és ezt a hasábot, ami úgymond a toronyház, vagy hát a magas épület, annak a formáját el kell tekerni a tengely körül, hogy a környező épületeknek a benapozását ezt a legcsekélyebb mértékben befolyásolja. Erre alakult ki ez a forma. Itt például egy olyan eljárást próbálunk alkalmazni, hogy gyakorlatilag az erőjáték, az épület erőjátékával összhangban keresünk egy olyan megoldást a homlokzati felületeken az ablaknyílások méretére, pozíciójára, ami el tud vinni egy ilyen optimális irányt. Természetesen ezek elemek ugyanúgy erőjátékban vannak vonva, tehát nem egy igazából egy homlokzati elem, hanem tartó szerkezet. Csak több funkciót tud ellátni. És igazából az ausztrál munka. Erről szeretnék egy kicsit részletességben menni, hogy hogyan jutottunk el a koncepció megszületése után meghatározott, nem tudom, irányvonalban, hogyan tudtunk egy ilyen szerkezetet az építész kollégával együtt megalkotni, hogyan tudtuk ezt a szerkezetet építhetővé, gyárthatóvá varázsolni, gyakorlatilag egy egészen, hogyan mondjam, egy elképzelt formából, egy olyan formából, ami gyakorlatilag egy kézirajzból alakult ki. A projektről általánosságban annyit lehet elmondani, hogy ez igazából egy infrastruktúra munkának a föld feletti látható elemeinek gyakorlatilag tájba integrálásáról szól. Autópálya sávok a föld felszínről föld alá kerülnek, visszaadják a területeket parkosításra lakóvezeteknek Sydneyben. A projekt méretéről nagyjából azt lehet elárulni, hogy az a szerkezet, amiről beszélni fogunk, az gyakorlatilag ez a pici kis eleme, és itt is tényleg 40 méteres magasságokról, fesztávolságokról tudunk beszélni. Ez a három darab vasbeton kürtő gyakorlatilag egy alagútrendszernek a szellőztető kéménye. Érthető módon ez a város szövetben belül egy nagyon-nagyon ormótlan, brutális, egy nagyon nem odaillő elem, amit az ausztrál stúdió Chris Fox építész vagy építőművész kolléga álmodott rá egy ilyen acélszerkezetet, ami egy igazából művészeti alkotásnak lehet tenni, de viszont funkciót is ellát. Gyakorlatilag ezeknek a kéményeknek van egy ilyen mérges gáz koncentráció mérő állomása, aminek a vizsgálatát azt bizonyos időközönként meg kell csinálni, és van benne egy ilyen lépcső, egy ilyen platform szerkezet, amin föl is lehet mászni erre az építményre. Picit így a felépítés szempontjából vannak olyan elemei, amik ténylegesen egyszerűek, regulárisak, ezek az oszlopok és ezek a keretek, amiket körbehúzunk ezeken a vasbeton kürtőkön. Ezeket ki kell támasztanunk a vasbeton szerkezethez, ehhez is olyan feltételeket kaptunk, hogy megmondták, hogy mekkora erőt lehet bevezetni. Ugye ez is egy olyan paraméter ebben az egész csomagban, amit próbálunk összeállítani, ami nekünk nagyon fontos, mert különben nem megvalósítható a szerkezet. Alapvetően ezeket a három darab kürtőt és ezeket a úgynevezett hidakat, vagy hát igazából nem is szabadna hídnak nevezni, mert nem kerül át egy pálya átvezetésre.
dilatációs hézaokkal el kellett választanunk ugye a hőmozgások, különböző alakváltozások miatt. És azok, hogy egy karcsú szerkezetet tudjunk létrehozni, ezért ezeket a úgynevezett inda-szerű, hát alapvetően a végén rácsos tartókat terveztük hozzá, hogy merevebbé tudjuk tenni a szerkezetet. Tehát itt amit látunk, az gyakorlatilag tartó szerkezet, de mégis egy, igazából egy ilyen design feature-ről lehetne beszélni. Azt, hogy ezt hogyan lehet megfogni, hogyan lehet ezt az egészet kommunikálni, hogyan lehet egy ilyen keretrendszerben dolgozni a különböző szakágakkal, és itt gondolok tényleg az építészre, gépészre, vagy a kivitelezőre. Erre, amikor elkezdtük a projektet, ez tényleg ez volt a legfontosabb döntés, hogy hogyan. Hogyan, milyen eszközeink vannak arra, hogy gyakorlatilag kommunikálni tudjunk egymással, hogy ne tudjunk, vagy ne legyen adatvesztésünk, ne legyen egy olyan irány, amiben tényleg a projekt elmegy és problémát okozunk magunknak. Nagyon sok lehetőséget megvizsgáltunk, ami a piacon van, viszont a végén úgy döntöttünk, hogy a Rhino szoftvert fogjuk arra felhasználni, hogy gyakorlatilag ez lesz az a centrális központi adatállományunk, amiben egyrészt megjelenik a geometria, megjelenik a tartószerkezet, megjelennek olyan igazából háttérinformációk, amik mondjuk a mostanában nagyon járatos BIM irányában visznek el. Hogyan tudjuk ezt majd összekapcsolni a gyártmánytervezéssel? Hogyan tudjuk ezeket az acélszerkezeti csomópontokat valamilyen szinten automatizáltan kezelni, hogy ne menjen rá, nem tudom, 10 000 mérnök óra? Két kollégám nevét szeretném mindenképpen megemlíteni, mert az ő ötletük, az ő találmányuk ez az egész, Matthew Bécsből és Boronkai Gábor, budapesti műszaki egyetemen végzett kollega. Ő sajnos most már nem nálunk dolgozik, el kellett engednünk a kezét, ő a Gutowski Roberték alkalmazottja ilyen pillanatban. Meg kellett találnunk azokat az eszközöket, amivel úgymond azokat a szükséges adatokat rendelkezésre tudjuk bocsájtani majd a megrendelőnknek, hiszen itt is volt egy olyan komoly paraméter, mivel egy infrastruktúra projektről beszélünk, hogy gyakorlatilag minden egyes eleméről tudniuk kell egy csomó információt. Hogyan tudjuk ezeket az adatokat betáplálni ugyanabban a geometria modulban, amiben az építéssel közösen kommunikálunk, amiből a geometria számítási modellben megy, ami után át kell adnunk igazából papír alapú terveket egy ilyen szerkezetről, hogyan tudjuk azt összerakni, hogy ez mind ténylegesen egy csomag legyen. Itt szeretnék pár példát mutatni arra, hogy milyen igazából funkciókat találtunk ebbe közösen ki, egyrészt úgymond építészeti oldalról, másrészt olyan tartószerkezeti oldalról is, hogyan lehet ezeket az adatokat kezelni, hogyan lehet, milyen feature-öket lehet belőle kihozni. Gyakorlatilag ugye, hogyha elindulunk, akkor van egy geometriai modellünk, ami az építéssel összeegyeztetendő. Arra a geometriai modellre nekünk kell csinálnunk egy számítási modellt, meg kell találnunk azt a kapcsolatot, hogy ezeket a geometriai adatokat át tudjuk adni számításra, az abból számításból keletkező esetleg keresztmetszeteket, méreteket, azokat vissza tudjuk tenni információ szinten az építésznek, és ebből mondjuk legyen egy olyan közös tervállomány, amiben, hogyha akarjuk, építészeti terveket tudunk belőle generálni, hogyha akarjuk, tartószerkezeti terveket tudunk belőle generálni. Itt például ezt lehet, hogy el kell indítanom, azt mutatja, hogy a jobb alsó geometriai modellből és ennek a tartószerkezeti modellnek a visszacsatolásából hogyan lehet gyakorlatilag automatizáltan kiírni egy Revit modellt, amiből tervet lehet generálni, készíteni, hiszen az embernek tervet kell szállítani a végén. Hogyan tudunk egyes acélszerkezeti csomópontokat kezelni, hogyan tudjuk azt az információt, ami mondjuk arra szükséges, hogy itt ilyen típus csomópont legyen, ezt értem ugyanúgy építészeti csomópontra, és most a tartószerkezeti oldalát tudom megmutatni. Egy ilyen szerkezeten hogyan tudjuk egy ilyen bonyolult geometria mellett legoptimalizáltabban, leggyorsabban, bocsánat, de leghülye biztosabban felvértezni magunkat arra, hogy az a jellemző csomópont, az megmutatható legyen a szerkezeten, hogy az ténylegesen hova fog kerülni. Hogyan tudunk ebből valamit generálni. Mi tartószerkezeti szempontból úgy dolgoztunk, hogy megpróbáltunk jellemző csomópontokat
számítani, már igazából a projekt nagyon-nagyon korai fázisában, ezeket modellezni, és gyakorlatilag ezeket a csomópontokat valamiféle rendszerben visszavezetni ebbe az egész geometria modellbe. Tehát amit például itt látunk, ez a Revit modell, és gyakorlatilag meg tudom mutatni egy bizonyos szűrési feltétellel azt, hogy az egyes típusú csomópont az hol van a szerkezetem. Ez az információ szükséges a gyártmánytervező számára. Ugyanúgy ezt meg lehet csinálni bármiféle építészeti csomóponttal is. Vagy meg tudunk mutatni annakat, hogy pontosan ebben a szerkezetben hol milyen körkeresztmetszetű szelvények vannak. A szerkezet, az igazából a projekt jellegéből kiindulva nagyon-nagyon sok olyan optimálisi lehetőség van, ami mind geometriai, mind tartószerkezeti, mind gyártástechnológiai szempontokat tud figyelembe venni. Igazából ezekről az indákról lehet szerintem a legtöbbet beszélni. Ugye érezhető módon ez egy teljesen, hát geometriailag nagyon nehezen megfogható szerkezet, nem nagyon megfogható elem, és hogyan lehet ebből bizonyos eljárásokkal egy gyakorlatilag építhető és gyártható szerkezetet csinálni, lecsökkenteni a különböző elemek számát, lecsökkenteni a különböző keresztmetszetek számát, de még mindig odafigyelni arra, hogy az eredeti építészeti elképzeléstől, tehát attól a geometriától a legminimálisabb, lehetőség szerint legminimálisabb mértékben térjünk el. Ezek mind automatizálható eljárások. Itt például arra próbáltunk ténylegesen figyelni, hogy nagyon-nagyon kevés hajlítási vagy görbületi sugarú elem legyen benne. Ezeknek az elemeknek a különböző száma, tehát mondjuk nem tudom tényleg hány darab van ebből, hogyan tudjuk ezt a szerkezetet gyakorlatilag ezekből a legókból összepakolni, amellett, hogy megtartjuk az építész kollégának a geometriai kívánalmát. Foglalkoztunk olyan kérdésekkel is, hogy hogyan tudunk gyártástechnológiai szempontból, vagy most lehet, hogy akkor azt mondom, hogy tartószerkezeti szempontból, mégiscsak olyan csomópontokat létrehozni, amik ténylegesen könnyen gyárthatóak. Olyan feltétel mellett indultunk el, hogy meghatároztuk azt, hogy mondjuk egy ilyen szerkezetnél egy csomópontban hány rút köthet be maximálisan. Ezeknek a rudaknak az egymáshoz való hajlásszöge mekkora lehet? Mi az a minimális érték, mi az a maximális érték? Megengedtük a szoftvernek azt, hogy ezeket, tehát ebből sok variáns kipróbáljon, ezeket mérnöki szempontból kell egyszer értékelni, tehát mondjuk egy alakváltozásra, egy kihasználtságra, de ugyanúgy építészeti és vizuális szempontból is lehet értékelni. Nagyon sok variációt ki tudunk próbálni rövid idő alatt. Órákról beszélünk. Például, ugye, amit szerintem az elején említettem, hogy ezek a szerkezetek, ezek az a vasbeton kürtőkhöz ki vannak kötve, ki vannak támasztva. Azok a kürtöknek a tervezése, amikor mi ezzel az acélszerkezettel indultunk, készen volt, és az ausztrál statikus tervező kollega meghatározta azt, hogyha jól emlékszem, hogy 100, nem tudom, 110-120 kN erő lehet ezekben az egymáshoz kitámasztott, vagy ezekben a rudakban, és nekünk kellett egy olyan megoldást találnunk, ami figyelembe vette ezt az erőfeltételt, figyelembe vette azt, hogy a szerkezetünk az ne alakváltozzon túlságosan, kihasználtsági rendben legyenek, de figyelembe tudtuk azt venni, hogy van benne egy lépcsőszerkezet, aminek van egy űrszelvénye. Az űrszelvényben nem tehetek rudat. Ezeket a feltételeket el tudom magyarázni ennek a félig meddig intelligens szoftvernek, eljárásnak, és iterációs folyamatok alapján tudok egy olyan megoldást találni, ami minden egyes feltételemnek megfelel. Az utolsó döntés az gyakorlatilag tényleg a geometria, az építészet, az, hogy ez vizuálisan hogyan hathat. Kis összeállítás arról, hogy igazából el kellett kezdenünk, amikor megvolt a szerkezet, azon is gondolkozni, hogy ezt hogyan lehet elkészíteni. Ugye ez egy kicsit késő jutott az eszünkbe. Előre, tehát vannak ugye természetesen kivitelező igények, hogy a helyszínen minél kisebb legyen úgymond a munkaigény, legyen előre gyártani, egyáltalán lehessen szállítani ezt a szerkezetet valamilyen módon. És erre próbáltunk egy olyan rendszert alkotni, ami mondjuk például építési pontatlanságokat is fel tud venni, tehát mondjuk minden második panelt kezdtük el felrakni, akkor közötte zártunk. Milyen sorrendben rakjuk őket, hogyan tudjuk ezeket a hidakat egyáltalán oda beemelni, betenni, kiszállítani.
föl kellett szabdalnunk a szerkezetet geometriai módon gyakorlatilag olyan darabokra, amik fölférnek egyszerűen egy terrautóra, a terrautónak az űrszelvényére. Ezek is mind kezelhető problémák. Meg kell találni rá a megoldást, meg kell találni a célszoftvert, de működik, meg lehet valósítani. És igazából én amikor először erről talán az egyetemen beszéltem, a műegyetemen tavaly októberben, akkor még itt tartottunk, és sokan azt mondták, hogy ez nem fog működni. Szeretnék egy pár képet mutatni arról, hogy de igen, működik, és meg lehet csinálni egy ilyen projektet. Vannak eszközeinkre, szerencsére most már van tapasztalatunk is, nem mondom, hogy könnyű volt, de sikerült. Például ezeknek a felszín az valahol ilyen cinkpanelek, máshol pedig gyakorlatilag egy ilyen zöld fal jellegű burkolatot kapott, például itt lehet látni. Ezeket előre szerelték, bedarúzták, rögzítették, itt lehet például bal alul látni ezeket az elemeket, amik ugyanúgy iteratív eljárással találtuk meg, hogy hova kerül. Már egy szebb kép arról, hogy mégis hogyan fog kialakulni a szerkezet. A következőn pedig látunk egy, igazából szerintem megmutatja a bonyolultságát annak, hogy geometriailag mennyire nehéz volt ezt az egészet megfogni, de mégis lehetséges volt. Itt már ugye a helyszíni emelés előtt a háttérben lehet látni ezeket a segédszerkezeteket, amire fel fogják majd emelni, feldarúzzák, és majd később rögzítik a további acélszerkezethez. Bonyolult, de működik. Igen, igen. Az egyik oldalon mindig mozgót kell csinálni, mindig igazából egy ovál furattal lehet ezeket rendetlen. Az igazság az, hogy előszerelték. Mindent előszereltek, és megpróbálták összerakni lent a földön, mielőtt fölemelték, és meg utána összerakták. Na, azért megy nagyon lassan az építés. Szóval tényleg, de igen, oda kell figyelni. Igen. Igen, viszont ugye vannak a szerkezetben előre kigondolt olyan pozíciók, ahol pontosan ezeket az építési pontatlanságokat fel tudjuk venni megbeszélt mértékben. Természetesen itt mondjuk mérni kell tehát nem lehet elkezdeni a gyártást azelőtt, hogy nem tudjuk, hogy hogyan néz ki az elkészült vasbeton szerkezet. Nincs értelme. Vagy hát igaz, azt mondom, hogy van csak nagy a kockázat benne, hogy a helyszínen valami nem fog működni. Hát ezt a gyártmánytervezőtől kéne megkérdeznem. Valószínűsített, igen, igazából most már ilyen szerkezeteket ténylegesen csak pontfelővel lehet megcsinálni. Lipcsei stadionnál használtuk ugyanúgy a pontfelőt. Ez volt az utolsó kép, szeretném, ez volt a legelső gondolat, ez a kézivázlata az építész kollégának, ebből sikerült eljutnunk oda, ahova. Köszönöm a figyelmeteket, én nagyon remélem, hogy tudtam valamivel mutatni, hogy a tartó szerkezet tervező az nem csak derékszögekben tud gondolkozni, hanem meg tud támogatni gyakorlatilag egy olyan formát, egy olyan eljárást, igazából egy gondolatot, és nagyon igazából szívesen részt veszünk mindenféle ilyen kísérletben, hogyha mondjuk úgy. Azt szoktuk ilyenkor, hogy ilyen kérdésekre válaszokra, bár itt a Levente elkezdte nagyon autonóm módon ezt megvalósítani, de mégis, semmi probléma. Mégis megkérdezném a társaságot, hogy van-e valakiben kérdés? Levente. Igen. Egy kiindulás gyakorlatilag egy Rhino modell volt, vonalakkal, gyakorlatilag egy pont adathalmazzal. Az volt az építész első elképzelése, és ugye bizonyos feltételek mellett ragaszkodott hozzá, viszont voltak olyan feltételek, mondjuk tényleg egy csomóponti kialakítás, vagy valami szög találkozások, amiben azért kellett valami kompromisszumot hozni. És ezért kellett egyszerűen nekünk egy olyan eljárást találnunk, hogyha ők elindulnak
valamit modelleznek, azt mi nagyon gyorsan át tudjuk venni, be tudjuk tenni a végeselem szoftverünkbe, tudjunk számolni, legyen belőle egy visszacsatolás, hogy nem tudom, ez most egy 100-as cső, vagy egy 200-as cső lesz, azután visszakerüljön a Rhino-ba, megjelenjen mint elem, mint tér, és utána azt vizuálisan lehessen értékelni. Hogyha ez nem működött, volt benne valami kivetés, akkor ők átalakították a geometriát, azt visszakaptuk, azt ugyanúgy visszatettük a számítási modellbe, és ezeket az eljárásokat kezdtük el csinálni. Nem tudom, hogy hányszor, tehát itt tényleg több száz ilyen kör van. Viszont az eltérés a végén az nagyon minimális. Finomítani kell, de hát igen, valamit ténylegesen nem lehet megcsinálni, be kell vallanom. Igen. Hát ugye azt mondom, hogy az első másfél hónapunk arra ment el, hogy kitaláljuk, hogy hogyan csináljuk meg, kitaláljuk ezeket a workflow-kat, leteszteljük, hogy működik-e. Igazából emellett ment egy fejlesztés. Tehát itt ki kellett valami olyat találnunk, ami nem volt eddig. És ezt modoltátok, vagy szkriptelték? Szkriptelték. És akkor van benne álltok matematikusok, ezt csinálják? Hát nem matematikus, a Matthew építész, viszont neki van egy ilyen beállítottság, hogy ezt is tudja. Csoda gyerek. De akkor a matematikai problémákat azokat nem tettek kifogalmazni? A matematikai... Igen. Itt megfogtál, én mérnök vagyok, én a tartószerkezeti dolgokat tudom a kollégáimnak elmondani, hogy mire kell odafigyelni. Már is egy kis beavatást kaptunk abba, hogy milyen mélységei vannak. Bence, arra kérlek, hogy ebbe. Nekem az a kérdésem, hogy amikor mondtad azt, hogy túl későn ébredtetek rá arra, hogy ezt meg is kell építeni, hogy kell ezt megépíteni, hogy nyilván ilyenkor ébrednek olyan erők, amik darúzáskor, nem tudom, amikor alá volt támasztva, hogy ezek mennyire befolyásolták a szerkezetet. Tehát hogy ébredtek olyan erők bennem? Van befolyásolása, ugye itt sokszor, a legegyszerűbb acélcsomópont, a csuklós acélcsomópont. Az mindig működik, ezt mindig meg lehet csinálni pár csavarral, vagy valamilyen minimális hegesztési varrattal. Hogyha előbb kezdünk el gondolkozni, hogy például hogyan szállítható a szerkezet, akkor nem kellett volna mondjuk négyszer megcsinálnunk. Egyszerűen, hogyha tudom, hogy hol vannak azok a darabok tényleg, akkor ott csuklókat alkalmazom az én statikai modellemben. Igazából ez azt gondolom, hogy előbb le kellett volna esnie. Teszt, de megépül. Hogy arra vagyok kíváncsi igazából, hogy milyen fogadtatása volt Sydneyben ennek az épületnek, vagy nem tudom, gondolom friss még nagyon. Hoztam egy videót róla, hogyha megmutathatom. Kapunk egy kis reklámot. A work is underway to transform three smokestacks in Sydney's inner west into public artwork. The artist is promising towering sculptures of greenery and steel to complement surrounding parklands, but not everyone is sure it will be a masterpiece. They're the three ugly sisters of Roselle, 40-meter ventilation stacks towering over the City West Link. But now one of the city's worst eyesores is Sydney's biggest canvas. So the project is made up of green wall panels, all around, wrapping around the ventilation outlets, as well as a large sculptural steel framework. It's an idea where landscape has taken over this infrastructure. Glimpses of green and steel now covering two of the stacks, the most ambitious project to beautify ventilation outlets ever undertaken in Sydney, which even the artist admits has been a tricky brief. They're a very different skyline now for the city, so to take that on has been quite a challenge. Any time we're asking artists to make something that looks bad look a little bit less bad, there's a problem. The three stacks sit above the so-called Spaghetti Junction, where WestConnex will meet up with the Anzac Bridge, City West Link, Victoria Road, and eventually the Western Harbour Tunnel. Local residents say this project is smoke and mirrors to the real issues. These stacks are going to be pumping the unfiltered concentrated pollution from tens of thousands of cars.
cars. They need filtration. They don't need artworks. Absolutely a waste of money. It will take another 8 months to completely cover up the three chimneys. The artist wants people to keep an open mind until they see the finished product. Dealing with these big changes in the city, and they're not always easy. További kérdések. Levente. Nekem még lenne kérdésem itt a mérnöki fejlődésével a tervvel kapcsolatban. Hogyha jól értem, ez valahogy úgy csináltátok, hogy nem mindig utaltatok vissza a teljes projektre, szóval a véges elemszámítások például azok egyre szűkültek, és egyre csak részletbe menően számítottátok újra. Amikor valami változott, mondjuk egy csomópont, akkor nem számoltátok mindig újra az egész konstrukciót, vagy igen? Igen. Folyamatosan mindig mindent újra iteráltatok. Annyira irregulás ez a szerkezet, hogy nincsen, vagy nagyon, tehát ezt nem lehet érezni. Itt nem tudom egyszerűen elmondani tapasztalatból, hogyha ez, nem tudom, egy csomópont elmegy 20-30 cm, annak milyen kihatása lesz a szerkezet egészére. Amiatt, mert gyakorlatilag minden egyes elemét megpróbáltuk teherviselésbe vonni. Úgyhogy igen, és erre ez is mondom, hogy egyszerűen kellett egy olyan gyakorlatilag egy kapcsolat a geometriai modell között, ami képes volt egy csomópont elmozdulását felülírni a véges elem programban. És ebből nem voltak konfliktusok, hogy valami változott nálatok, és utána az építészek közben máshogy toltak valamit? Voltak konfliktusok, viszont úgy voltunk vele, hogy ezt most le kell nyelnünk ennek érdekében. Tehát ez tényleg egy annyira tesztprojekt volt, hogy nem mondom, hogy túl sok pénzt kerestünk vele, de nagyon bízom benne, hogy azok a dolgok, amiket megtanultunk ebből, azok az eljárások, azok a tapasztalatok, azok a következő munkánkon nagyon-nagyon sok időt, energiát fognak megspórolni nekünk. Például mire gondolsz? Automatizálás, az, hogy tudom már, hogy hogyan nem indulok el benne, tudom azt, hogy kell-e mondjuk, nem tudom, 50-szer átszámolnom. Azt, hogy hogyan tudom például azt a kapcsolatot is létrehozni, hogy ha változik a szerkezetem, akkor a számítás az gyakorlatilag automatikusan menjen, azok az adatok mondjuk egy csomóponti méretezéshez, az ki tudja írni az IDA statika szoftverbe. Ezeket próbáljuk igazából analizálni. Nem működik még. Tehát itt nincs teljes automatika, és nagyon is szeretnénk, hogyha lenne, mert onnantól kezdve a mérnökre nincsen szükség. Én is kérdeznék egyet közben, hogy itt ezek közt a projektek közt, amit az elején felvázoltál, illetve nem is ez, nem most kép nincsen róla, de voltak ilyen nagyon racionálisak, mint például a BMW csarnok, vagy például ez a hamburgi, jól mondom, vagy frankfurti adatközpont. Tehát, hogy voltak ilyen, ami egy klasszikus mérnöki feladat, hogy viszonylag egyszerű geometria, viszont egy nagyon erős optimalizálás, és valamennyire járt út persze, bár abban is lehet innováció, és ezzel nagyon szemben áll nagy óriási kontraszt ez a szobornak, vagy ennek a mondjuk ilyen művészi őrületnek a megvalósításáért való küzdelem, mérnöki küzdelem, és hogy benned személyesen, vagy az irodában a munkatársak közt, ezek hogy milyen érzelmeket generálnak? Tehát, hogy ezek melyiket szeretitek jobban, vagy melyik az, amit én jobban mondom, utáltok? Mindegyik munkának megvannak az előnyei és a hátulütői. Itt például, hogyha mondjuk nézünk egy ilyen csarnoképületet, akkor ennek az előnye az, hogy tudjuk, hogy mivel állunk szemben. Viszont itt például az időtényező, a költségoptimalizáció az, ami meggyilkol mindenkit. Most tényleg ezt mondom, mert így egy ilyen ipari beruházásnál gyakorlatilag perceken szokott múlni sok minden. A másik pedig ugye egy ilyen művészeti alkotásnak a megvalósítása az embernek a kreatív oldalát tudja előhozni, hogy tényleg tudunk valamit alkotni, ami még nem volt. Tudunk gondolkozni, tudunk innovációt teremteni, tehát hogy egyszerűen valahogy működjön. Viszont ez meg a másik oldalról félelmetes, mert kilépünk abból a standardból, amit itt látunk. Nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Nem tudunk elgondolkozni odáig, hogy
milyen faktorok jöhetnek be egy ilyen projekt folyamán, amire nem is gondol az ember. Én ezt jóval szeretem. Akkor tőled nem állt messze ez a művészeti projekt, vagy tehát, hogy mint kihívás? Vagy... Így szerintem az elmúlt évek egyik, sőt talán az a munkája, amire így a legbüszkébb vagyok. Köszönöm. Érdekes aspektusok, mert csak annyi, ugye nyilván ember életében, építészként is egyébként kicsit hasonló a helyzet, bár ez itt most tényleg két szélső pontnak tűnik, de hogy sokszor van a darálás, meg a küzdelem a hétköznapi dolgokkal, és aztán meg néha bejön olyan, ami ilyen extrém kihívás. Ez egy érdekes sajátosság, de az nagyon érdekes, hogy az irodátok akkor nyitott ilyen projektekre is ezek szerint. Igen. Tehát én és ezen túl is, tehát ez a tapasztalat, ez nem azt mondta, hogy soha többé. Azt gondolom, egyszer. Hogy itt a tényleg 40 éves fennállás során azok az épületek, azok a projektek maradtak meg, és amiatt lett a bégi, azt mondom, hogy Európa szerte, lehet, hogy világszerte, és ez egyik, azt mondom, hogy top iroda, mert képesek vagyunk ezekre. És meg is csináljuk, és nem az, hogy lesöpörjük az asztalról, és akkor csináljunk csarnokot, mert az jobb. Igen, fajlagosan jobban fizet esetleg. Igen, de nem feltétlenül mindig ez a cél. Igen, igen. Van-e még kérdés esetleg, kedves közönség részéről? Van. Nyugodtan. Ennél a projektnél, amikor gondolom, hogy az építészek adtak ki egyszer ugye építészeti terveket, ti pedig statikai szerkezeti terveket. Ezek PDF formátumban kerültek a kivitelezőhöz. Igen. Igen, tehát ugye ez is szerintem ez egy óriási ellentmondás, hogy a szerződés az azt tartalmazza, hogy nekünk kell digitális és papírformátumon terveket szállítani. De a tervekből ez a szerkezet ez nem megépíthető. Valamelyik része igen, oké. Valamelyik része megépíthető, nem. Tehát így ez digitális gyártás innentől kezdve. Az az információ, ami a teklában benne van, gyakorlatilag a gyártmányterv, az megy bele a gépekbe. Érdekes, hogy igazából ezt elfelejtettem mondani, és szerintem nagyon fontos aspektus, hogy a gyártmánytervezést azt a BIM Group, a kész tervezőirodája csinálta. Ausztráliában jelen pillanatban nincs olyan acélszerkezetes cég, aki képes lenne ezt gyártmányt tervezni. Nem volt. Nem találtak. Egyszerűen talán Új-Zélandról volt még egy vállalkozó szellemű cég, aki bevállalta volna, de nem tudják. Nem tartott egyszerűen még a szakma. És akkor ők generálták a kétdimenziós terveket, vagy ti nekik azt adtátok át? Adtak terveket, de a digitális állományban gyártásba. A digitális állományban. Szóval a kiadott terv az igazából csak a szerződés miatt kellett. Nálunk is, igen. És ugyanez a témához, hogy ezeket generáltátok, akkor a gyártmánytervet is, meg a kétdimenziós tervet, vagy azt végig kellett rajzolni, végig kellett csinálni? Ugye Revit, tehát kötelező szerződés jelen volt az, hogy Revit szoftverben kell készülnie, mind az építészeti tervállománynak, és mind a tartószerkezeti tervállománynak. És ugye ezért kellett kitalálnunk egy olyan eljárást, vagy egy olyan interfészt, amivel meg tudtuk táplálni a Revitet, és gyakorlatilag abból a modellből készültek a tervek. Az, hogy voltak manuális részei, igen, mondjuk a mi tervezési fázisainkban az acélszerkezeti csomópontokat először tényleg 2D vonal kéz, aztán amikor mentünk tovább, és már volt róla 3D-s állomány, akkor ebből tudtunk adatot csinálni, vagy hát igazából tervet csinálni. És a végeredményben akkor az teljes véges elem modell gyakorlatilag egy helyi modellként az utolsó csomópontig ilyen több millió vertex számból volt megmodellezve. Nem, szerkezetként van. Tehát egyszerűen még itt tartunk szemétes technikailag, ezt nem lehet. Tehát a rútszerkezet csomóponti erőből megy át a csomóponti számító, tehát abba a szoftverbe, az ideasztatikába, ami már helyi elemeket tud tartalmaz, csavarokat, hegesztési varratokat, mindent tud kezelni. És ezt sikerült teljesen automatizálni, hogy magától átvegye a csomópontnak az összes információját, meg a keresztmetszeteket? Nem esetben. Van, amit lehet, ugye ez megint tényleg adat, hogy hány teherkombinációból kell kiolvasni a számokat, végül is az igénybevételeket.
egy kisebb szerkezetnél megcsináltuk, ennél próbálkoztunk azzal, hogy megpróbáltuk darabolni valahogy a modellt, hogy hogyan jönnek ki, és akkor a végén az lett, hogy két nap alatt határidő alatt azt mondtuk, hogy akkor maradunk a kéznél. De meg lehet, tehát eszköz van rá, nekünk az időben nem fért bele. És mennyire sikerült kioptimalizálni a végeredményt szerinted? Ez jó kérdés. Itt mondjuk az a kérdés, hogy milyen szempontból. Mondjuk anyagfelhasználás szempontból. Azt gondolom, hogy lehet, tehát mondjuk például ezeknél az indáknál voltak olyan keresztmetszetek, amik nem voltak kihasználva, de azért voltak akkorák, mert gyakorlatilag igazából, hogy mondjam, az optikai kívánalom adta. Ezek a függőleges és a vízszintes rudok a szerkezetben, ezek abszolút nincsenek kihasználva, viszont annyira kicsik a szelvények, vagy ezek azok a minimális szelvények, amihez mondjuk lehet tényleg csavarozni. Nem férne el a csavar, nem férne el a csomópont. És geometriai? Ilyen konstruktív dolgok, ami már mindig a mérnöki oldala, vagy azt mondom, inkább a gyártás és a kivitelezés oldala a dolognak. És geometriai optimalizálást, az viszont elég magasan sikerült, ha jól sejtem. Az indákon igen, igen. Szóval az volt tényleg így, tehát a geometriai a legnehezebb része ennek. Az elején nem tudtuk eldönteni, hogy tartószerkezet legyen, díszítőelem, hogy legyen, hogy ad terhet, terhele, átveszett terhet, mi történik vele. És akkor így igazából úgy voltunk vele, hogy ha megvan az eszközünk, akkor vonjuk be a terviselésbe, és akkor ez le van tudva, ez a csomag le van tudva. És ez a végleges geometria teljes tervezési időszaknak kb. Hány százalékánál alakult ki? 99. Igen, de igen. Mindig lehet módosítani. Mindig lehet módosítani. Köszönöm. Szívesen. Bocsánat, hogy itt így beletrolkodok. Nagyon, nagyon izgalmas szakmai beszélgetés, amit akár gondolom Csaba nyitott rá, hogy folytass mi lehessen más körülmények közt is. Van-e még olyan kérdés esetleg, ami közérdekű és a előadáshoz kapcsolódó? Ha nincsen, akkor... Illetve nekem egy kérdésem még azért van, csak azért, hogy ne engedjük el olyan könnyen a társaságot, meg Csabát se, hogyha messziről nézzük ezeket az ilyen sztárépítészeti produkciókat, vagy egy kicsit ez is ahhoz kötődik most függetlenül attól, hogy a tervezője világszerte ismert vagy nem, de egy ilyen, mivel nem egy ilyen tipikus, praktikus feladat, ezért talán ide sorolható, és azt lehet megfigyelni, hogy általában az egy nagyon kevés mérnökiroda, akiknek a neveit felbukkan. Tehát nekem kb. Az óvarup, meg a büro, Hepold, amik így beugranak, akik szoktak ilyenekkel, és hogy ez egy mennyire, mekkora csapat ez, tehát hogy mekkora verseny van ezen a területen, és hogy ti ebben már egyenrangú versenytársak vagytok-e, vagy pedig még azért nem pont ugyanabban a ligában vagytok ezt, hogy értékeled? Jó kérdés. Tehát Európa szerte szerintem azért be tudunk jönni a HEP oldalá. Vannak olyan piacok, mondjuk a német piac, ahol szerintem nagyon erősek vagyunk ezzel. Osztrák piacon gyakorlatilag ugye a Coop Himmelblau belünk dolgozik. Ez van. Hát, hogy így megvannak ezek azok a kapcsolatok azokkal tényleg a nagy nevekkel, ahol igazából bevált, megvan a workflow velük, tudjuk, hogy olyan kell dolgozni. Megbíznak bennünk, nem az első olyan projekt, amit végigviszünk és meg tudunk valósítani. De igen, elég szűk. És szerintem azoknak az embereknek a köre, aki igazából ezeket az eszközöket tudják használni, az meg nagyon minimális. Így én most szerintem az országban is nagyon kevesen vannak, akik szóba jöhetnének mondjuk egy ilyen projektre. De én meg azt gondolom, hogy ez lesz a jövő. Most nem feltétlenül ezek a szerkezetek, de az, hogy egyszerűen neki kell állnunk, és olyan eszköztárat kell felépítenünk. Én mondjuk azt mondom, hogy a saját oldalamról próbálom megközelíteni változás menedzsment. Nekem kell valami olyan eszköz, hogyha megváltozik valami, akkor ne kelljen minden egyes rajzon hozzányúlnom és valamit csinálnom, hanem ez legalább valamilyen szinten automatizálható legyen. Igen, itt a technológia segít a változások lekövetésében, de ugyanakkor generálja is a változtatási vágyat, hogy úgy mondjam. Igen. Tehát, hogy ez egy ilyen csukafogtaróka.
Még egy kérdés lenne, hogy az, hogy Budapestre jöttél te most személyesen is, és mint ugye ennek az irodának a képviselője, azt jól emlékszem, hogy a budapesti iroda vezetője Igen. vagy, és hogy a budapesti jelenlét vagy helyszínválasztás, az a mögött inkább az van, hogy itt vannak okos kollégák, akiket be lehet szervezni és a globális piacra dolgozni, vagy pedig van egy olyan gondolat, hogy itt Budapest vagy Magyarország elég potenssé válhat a jövőben ahhoz, hogy érdemes legyen itt a helyi piac szombadászni ilyen kihívásokra. Tehát, hogy melyik van elő, vagy egyáltalán ezek motiválták-e, vagy ez több? Prózai oka van. A legtöbb irodánk az úgy alakult, tehát azt mondom, Frankfurt irodán kívül, hogy volt egy kollega, aki el akart valamilyen városba menni, de szeretett volna ott maradni, és a cég megadta a lehetőséget arra, hogy egy irodát alapítson. Így jöttem Budapestre, így került a Milánó iroda, így került a Hamburg iroda, így került a Düsseldorf iroda alapításra. Hát ez szuper. És igen, válaszodra a mind a kettőre azt tudom mondani, hogy igen, természetesen szeretnénk a magyar piacon megjelenni, meg szeretnénk azt mutatni, hogy mit tudunk megcsinálni, szeretnénk partnereket találni hozzá, de természetesen ennek van egy szimpla anyagi oldala is, hogy nagyon jó képességű magyar mérnökökkel tudunk a külföldi piacon dolgozni. El tudunk hozni olyan külföldi munkákat a név alatt, amit gyakorlatilag egy relatív nagy áréssel meg tudunk csinálni. Köszönöm szépen. Van még kérdés esetleg? Pozsár Péter, odaadom a... De másoknak nem annyira jó. Szia! Én azt szeretném kérdezni, hogy itt az egyetemen is, meg ugye világszerte most nagyon nagy robbanásszerű fejlődésben van a mesterséges intelligencia, és hogy ezzel kapcsolatban készültök-e valamilyen módon egy ilyen lehetséges technológiai változásra, vagy mint lehetőség viszonyultok ehhez a helyzethez, vagy gondolkodtok egyáltalán rajta, alkalmazzátok-e már valahol, és mit jelentett ez a ti szakmátokra nézve? Nálunk gyakorlatilag ezek a fejlesztések, amik mondjuk egy ilyen projektet meg tudunk támogatni vele, van egy, azt mondom, egy relatív szűk csapat az irodáink között, akik foglalkoznak ezzel, és ők már nyitnak mesterséges intelligencia felé. Próbálunk olyan platformokat, olyan módszereket találni, aminek gyakorlatilag tényleg a munka optimalizálása vége. Érdekes módon a BMW projektnél volt egy építész, aki mesterséges intelligenciát próbált bevetni egy probléma megoldására. Tehát én azt gondolom, hogy jelen van a szakmában, nem biztos, hogy még mondjuk egy ilyen éles projektben tudjuk alkalmazni a dolgot, de határozottan az a cél, hogy támogatást adjon. Van-e még kérdés esetleg? Ha nincs, akkor én azt hiszem, hogy akik eljöttek ma este, azok érdekes dolgokat láthattak és hallhattak. Köszönöm szépen az előadást, és remélem, hogy fogunk találkozni akár itt a MOME-n, akár az életben valamilyen projekt keretében. Úgyhogy köszönöm. Köszönöm a hallgatóságnak is.